A demográfiai csúcs előadói a gyermekvállalás fontosságáról beszéltek a Várkert bazárban tartott konferencián. A délelőtti program utolsó beszédében Orbán Viktor először a számára rosszul alakuló külpolitikai helyzetet értékelte. A torik kiléptek az Európai Unióból, így fontos szövetségest veszítettünk az Európai Unión belül. Trump elnök úr nem folytathatta a munkáját. És Netanyahu miniszterelnök úr ma az ellenzéket vezeti Izraelben. A kormányfő ezután úgy folytatta: mi magyarok a 40 évnyi államszocializmus miatt be vagyunk oltva a woke vírus ellen. Mint az előttem szólók, én is aggodalommal figyeljük a nyugaton szélsebesen teret hódító új marxista, új baloldali, Amerikán mondják woke mozgalmak térfoglalását is. Úgy látjuk, hogy már az óvodákban félre akarják nevelni a gyerekeinket. Ez egy fontos téma, most miért nevet? Bocsánat. No, és még az is elhangzott, ezt pontosan szeretném idézni Orbán Viktortól, a gyerek az gond, költséggel jár, erőfeszítést igényel, nem lehet egyszerre otthon is lenni a gyerekkel, meg dolgozni, és vagy legalábbis ez nagyon nehéz. A nők ugyan próbálkoznak ezzel, de nem sikerül mindenkinek. Én csodálattal nézem a hölgyeket, akik ezzel próbálkoznak. Az az igazság, hogy az a családkép és az a nőkép, ami ennek az embernek a fejében él, az annyira avit, hogy már a nagymamám is szégyelte volna. És sokkal korszerűbb ma az, ahogyan a fiatalok a családról gondolkodnak, és megértem, hogy nagyon komoly aggodalmakat fogalmaznak meg ezek a tesztoszteron túlvezérelt hímsoviniszta emberek, mert valóban teljesen megváltozik az, ahogy a nők és a férfiak egymásról gondolkodnak, és ahogy egymással kooperálnak. Mi azt hiszem, hogy körülbelül ugyanolyan idősek vagyunk, mint Orbán Viktor, de az én férjem minden nap egész jó vacsorával vár, és elő sem fordulhat, hogy az legyen a téma, hogy akkor majd én mit teszek ő elé. Szóval, hogy nem tudom, hogy hol él ez az ember, és tényleg ez 100 évvel ezelőtti világkép. És megmondom neki, hogy mitől fognak a fiatal nők több gyereket szülni, nem attól, hogy számolatlanul borítja rájuk a pénzt, mert ez gyakorlatilag adós rabszolgaság. Aki fölvesz 30-50 millió forintot, az nem tud nyugodtan aludni, és nehezen tud majd a libidójával igazi és örömteli szexuális életet élni, mert állandóan azon rágódik, hogy fogja ezt visszafizetni. Akkor fognak a fiatal nők gyereket szülni, ha boldogok lesznek, ha kiegyensúlyozottak lesznek, és hogyha úgy érzik, hogy igen, ők itt egy egész dinasztiát felépíthetnek, mert biztonságban vannak. És itt nincsenek biztonságban a fiatal nők, bocsánat, nincsenek biztonságban. Kétségbe vonod a miniszterelnök úr akaratát. Abszolút. Ő azt szeretné, hogy a nők otthon boldogok legyenek. De nem lesznek boldogok, nem, mert eltelt 100 év. Hát az ő hibájuk, hát eltelt 100 év. Legyenek boldogok. A nagymamám sem gondolta azt, hogy az a világ, amit ez az ember ide akar elénk varázsolni, az vonzó lenne bárkinek. És mindig megkérdezte, hogy hogyan állna a bizonyítványom, és mik a terveim. És eszébe se jutott, hogy bepakoljon a konyhába. Emberek, miről beszélünk? Jó, hogy ezek az emberek, akik az első ugye, megnyitó előadássorozaton ott álltak mellette a színpadon, tehát annyit tegyünk az igazságért, hogy ez egy hosszabb rendezvény volt, több panellel, tehát azért voltak nők is, szakértők állítólag, mint Schmidt Mária. Ez megnyugtató, voltak nők is. Azért az vicces volt, amikor ő beszélt a libidóról. Schmidt Mária is volt, meg na jó, most viccet félretéve, egyébként voltak a témával a szakmai alapon is foglalkozó előadók is, csak jellemző minket is, meg a sajtót is, hogy azokra nem annyira voltunk kíváncsiak. De azok az arcok, akikkel ő úgy közösen első nyomta a műsort, és ezért is nevettem egy kicsit, amikor hallgattam, hogy itt woke mozgalomtól kezdve van itt minden, mint a búcsúban. Bizony. Ezek az emberek azok, akik ezt egyébként tényleg el is hiszik. Tehát Mike Pence-ről lehet tudni, hogy ő ezt így otthon így van, és hát nyilván az ő politikusi karrierje, meg minden mellett a felesége elüldögél otthon, és akkor eljátsza ezt a modellt, ezt a családmodellt, ahogy itt azért az egyéb arcok tekintetében is. Igazából számomra nem az érdekes, hogy ezek hülyék és hülyeségeket beszélnek, hanem az, hogy egyébként a választók ezt miért veszik komolyan. Ez egy jó kérdés egyébként, és ugye azt kell látni, hogy van egy közös vonás, hogy mindegyik ember, aki végül is ott volt, általában a politikájában valamilyen fajta ellenségkép
mentén kommunikál, de már hosszú-hosszú évek óta. Tehát nagyon-nagyon fontos, tehát ugye a bejátszásban is láthatták a nézők, tehát ugye nincs Trump elnök, nincs már Netanyahu, baj van, vége a világnak, itt össze kell fogni. Nincs brit birodalom. Nincs brit birodalom, atya úristen, összeomlott a világ, a családban össze kell tartani, mindenhol össze kell tartani, nekünk kell összetartani, mert jön valami külső, nem tudom micsoda, és vissza kell térni 100 évvel, 1000 évvel ezelőtti értékekhez, amik egyébként már nincsenek, és ha ez mind megtörténik, akkor lesz jó, és higgyétek el, hogy mi ezt tudjuk, és innentől kezdve bennünket kell követni, és nem csak egyedül vagyok Orbán Viktorként, aki ezt mondom, hanem itt vannak mellettem azok az emberek, akik hasonlóképpen látják ezt, és nem csak így látják, hanem adott esetben, ahogy te mondtad, Tamás, így is élnek. Na most, bocsánat. Csak annyi, és akkor Mike Pence tart egy előadást, és a végén azt mondja, hogy hát azért Kínára nagyon oda kell figyelni. Tehát azon a ponton én sajnálom, hogy nem voltam ott. Tehát onnan ezt, hogy akkor mindenkor... Azért, hogy ez mennyire vonzó, ez a világkép, akárhogy felsorakoztatja az összes öreg embert itt Közép-Európából maga mellett, az azt mutatja, hogy 1,5 az egy nőre eső gyermekszám, tehát két nő három gyereket szül. Szóval itt nincs semmi növekedés. Itt nincs arról szó, hogy ez valamennyi vonzó. Pici növekedés egyébként pici van. Növekedés van a 2008-9-es válsághoz képest, azt hiszem 0,3%-os a növekedés. De ezen az 1,5-ön itt elstagnálgatunk már 5-6 éve. Mindig van egy kicsi emelkedés, és aztán az visszamegy egy... Hosszú távon ez kiegyenlítődik. Hosszú távon kiegyenlítődik. Két nőnek három gyereke van. Így van, és ezen nem változtat semmi, majd csak az változtat, hogyha ez egy nagyon biztonságos, nagyon prosperáló, és egy boldog, kiegyensúlyozott, és nem egy ilyen megosztott ország lesz, akkor majd szülnek a nők. Szóval, hogy... Az, hogy ez egy vonzó világkép, vagy egy jövő lenne, erről nincsen szó, mert akkor a nők szülnének, mert egyébként az élet élni akar. Igen, nekem három gyerekem van, és egy csomóan vagyunk még, akik meg tudták ezt valósítani, hogy a gyerekeket, meg a családot össze lehet egyeztetni. De ez nagyon komoly erőforrás, készlet kell, amivel nem olyan sokan rendelkeznek. Na, igen, és pont erről szeretnék beszélni, hogy ez mennyire, szóval, hogy ez egy nagyon árnyalt kép, mert egyrészt, hogy te is azzal kezdted, hogy milyen hihetetlen konzervatív az, ahogy mondjuk Orbán Viktor megszólal. Nem konzervatív, ez avit. Őskori. És ugye voltak civilek, akik végigvették, hogy az előadók közül mondjuk például a Mike Pence-et említették, hogy ő például azt gondolja, hogy az óvszer nem hatékony a szexuális úton terjedő betegségek megelőzésére. Van olyan előadó, aki a házasságon belül nemi erőszak létezését is tagadja. Van olyan, aki az abortusz kérdésben még a francia egyháznál is szigorúbb álláspontot képvisel. Schnitt, eközben Orbán Viktor, illetve a kormány azért 2010-től fokozatosan nagyon sok olyan támogatást vezetett be, ami támogatja azt, hogy a nők visszamenjenek gyerek mellett is dolgozni. Nagyon-nagyon sok ilyen volt, ami azért a gyakorlatban nem azt mutatja, hogy ilyen avit lenne a gondolkodásmód. A gyedextrától elkezdve nagyon-nagyon sok ilyen, amire ugye lehet kritikaként mondani, hogy ezeket megint azt tudja kihasználni, aki dolgozott korábban, és van munkahelye, ahová visszamenjen, tehát, hogy nem minden gyereket és nem minden családot támogatnak ugyanannyira, de igenis támogatják azt, hogy a nők visszamenjenek. Igen, megint az a helyzet hát, elő, nem olyan fekete-fehér ezért. Az a probléma, hogy a működő szakpolitikai megoldások, azok egyébként köszönő viszonyban sincsenek az ideológiai mondásokkal. Igen. És nyilván fönn kell tartani az ideológiai miért mondást. Miért kell fönntartani? Ennyire mert erre alapra helyezték magukat, ez egyszerű üzenet, és a bázis, a szavazó bázis erre vevő. Tehát itt a fideszes szavazók nagyon nagy részének ez a marhaság tetszik, még csak nem is kell, hogy túl idős legyen. Tehát a bázist azt nem szabad elengedni, az ideológiai anyagot be kell nekik adni. Én is így gondolom, tehát tehát a miniszterelnök rendszeresen ugye hazabeszél, tehát ugye van egy alap ilyen mondás mindenben. Tehát akár biztonságpolitikát említünk, akár családpolitikát, tehát vannak ilyen panelek, amiket egyszerűen rendszeresen használnak, és ez most már nem most, hanem már legalább 10 éve, 15 éve ennek mentén kommunikálnak. És én is azt látom, hogy nyilván születésszámban elfogadom azt, hogy ez nem látszódik, de egyébként szavazatszámban, tehát az, hogy van egy közösség, amit ez így egyben tart, szerintem ott viszont működik. Még egy gondolatot csak, hogy a visszatérít szakpolitika minden, azért azt látni kell, hogy a Fidesz körül, és akkor most nevet meg szervezetet nem akarok mondani, de az lehet látni, hogy a Fidesz körül szatelitál egy rakás olyan szervezet, akik ebben a témában meghatározzák magukat,
Viszont ők szakpolitikában gondolkodnak, és van egy ilyen sajátos együttélés ezek között a szervezetek és a kormány között, hogy ezek a szervezetek egyébként gyakran a mondásaikkal felülhitelesítik a Fidesznek a politikáját, cserébe a Fidesz enged az ő szakpolitikai elképzeléseiknek, és ez képez egy ilyen nagyon sajátos misungot, amit látsz, az azért van, mert bizonyos szakpolitikai dolgok áttörnek és tudnak működni. Hosszú ideig nem volt egyáltalán nő a kormányban. Ne felejtsük el. Ugye igazából 4 éve, 5 éve indult el ez az egész történet. Tehát valójában az Orbáni krédó ebben az ügyben az egyáltalán nem a hölgyek irányába való, pont ellenkezőleg. Tehát ő változott ebből a szempontból, azt gondolom az elmúlt időszakhoz képest, de a helyzete a nőknek és a körülmények azok gyakorlatilag nem változtak. Uh-huh. Azért azt a, és kíváncsi vagyok a véleményezek, hogy kiszínes hír, vagy érdemes a mélyebb jelentést tulajdonítani neki, hogy ugye megjelent a sajtóban, hogy Orbán Rahel elköltözött az országba. Spanyolországba. Hát azért ez nem egy kis színes. Ez egyáltalán nem egy kis színes. Nekem az aktivista tapasztalataim azok pont azt mutatják, hogyha van egy fideszes, aki nem otromba, hanem beszélgetni akar, akkor mindig az a fő érveknek az egyike, hogy de hát itt a nemzeti burzsuázia kialakul, és ők investálnak Magyarországba. Hát ez a hír ez arról szól, hogy a herceg kisasszonya tőlünk ellopott pénzzel elmegy külföldre, és nem hogy investálna, hanem kihordja az országból a pénzt, és magániskolába járatja majd a gyerekeit, szóval hát ez egyáltalán nem azt mutatja, hogy a nemzeti burzsuázia kinevelése az nekünk valami rettenetesen hasznos lesz, hanem egyáltalán nem lesz hasznos, mert hogyha ég a talaj, akkor ők elviszik a pénzt és elmennek. Az ellopott pénzt ugye az bizonyítani kell? Hát persze, nem ellopták, szerezték. De tehát, hogy ennek van egy olvasata, a másik olvasata meg az, hogy épp hogy nyugalmat keres. Hát szerintem, ha fogalmazhatok úgy, tehát megint csak a szűkebb világ. Putyint lehet, hogy veszi, hogy mondjam, például, mert ugye ott is történtek ilyesmik, de nem hinném, hogy erről van szó, én szerintem. Nem jól emlékszem, hogy ő végzett egy ilyen igen magas szintű iskolát Svájcban. Nem jó emlékem van erről? Persze. Na jó, de ha jól tudom, az egy ilyen gazdálkodási... Nem, az egy hotel. Hotel, bocsánat, vendéglátó hotel. Nem erről van szó, hogy ez... Nem tudjuk, hogy miről van szó, de az biztos, hogy ha... ilyen indok vezette, hogy ott nyugodtabb lesz és kevésbé figyelik. Akik a vezetőkörhöz tartoznak Fidesz oldalról, ha azt gondolják, hogy külföldön őket kevésbé nézik, akkor nagyon-nagyon rossz úton járnak. Sőt, én azt mondom, hogy külföldön jobban tudják őket nézni, mint itthon. Tehát, hogyha ez a logika, akkor ez egy logikai pukfenc volt, amit elkövettek. Aha. Ezt tudom mondani. Na, menjünk tovább, ráfordulunk az 7 gazdasági ígéreteire, meg azokra is, amik már beteljesültek. Hát ugye kampányban nem először kapnak fővárosi kerületek nem kis plusz pénzt, most 14 milliárd forintot osztottak ki, hogy nem csak fideszes városvezető, kerületvezető között. Mutatjuk, hogy kik között.